kerékpárral is elérhető 40-50 km/órás sebesség már autóval is veszélyes lehet. Lassítsunk, fékezzünk mindig időben. Váljon szokásunká, mindig egyenes kormányállással fékezünk, és mindig mindkét féket használjuk. A bal kezünkkel, azaz az első fékkel bánjunk óvatosan, mert az első kerék megcsúszása szinte minden esetben esést okoz. A hátsó kerék csúszása gyermekkorunk zsarukanyarja, esetleg még kontrollálható, de nagy sebességnél az is esést okoz. Az első fék használata azonban fontos, hiszen fékezéskor a súlypont előre kerül, és hatékonyan csak az első fékkel lassíthatunk. Figyelem! Lejtőn vagy nagyobb sebességről történő lefékezésnél előre kerül a súlypontunk, és ha a súlypont az első tengely elé kerül, akkor egy szempillantás alatt megtörténik a bukfenc. Az arcra érkezést mindenképpen kerüljük el. Lejtmenetben tartsd észben! Sosem bízhatunk 100%-ban a tapadásban és a kerékpárban sem, azaz ha nem épp a világbajnokságért hajtunk, akkor egyáltalán nem a maximum tempóval megyünk lefelé. Nálunk a gyerekek kerékpártúrái előtt a szülői aggodalmakhoz tartozik a kötelező gyakorlat, a félbukfencek gyakorlása a francia ágyon mindkét irányban. Sose legyen rá szükség. Lefelé csak kétféle ember gurul gyorsan. Az egyik a kerékpárversenyző a versenyen, a másik az eszetlen. Az a fit, aki felfelé megy gyorsan.